Szokatlanul nagy tömeg gyűlt össze az egykori pécsi Vidám Park bejárata előtt, mert Péterfi Attila, Pécs polgármestere és Meixner Barna, a Biokom ügyvezetője ekkor nyitotta meg a meseerdőt, a közönségben izgatott gyerekek, óriásbábok, subát viselő juhászok és politikusok is mozogtak egyaránt. Itt majd igazi sikert tudunk közösen ünnepelni, egy igazi pécsiséget, és hogy miért beszélek igazi pécsiségről, vagy igazi pécsi fejlesztésről, azt most elárulom azért, mert önök pécsiek döntöttek arról, hogy itt egy ilyen funkciójú meseerdő nyíljon. Aztán egy igazi pécsi meseíró igazi pécsi legendákat jelenít meg, ezt később látni fogják, vagy aki már puskázott és már látta, tudja, hogy ez a legenda valósul meg a meseerdőben. Aztán megint egy pécsiség, hogy a pécsi Biokom 60 munkatársával több mint 11 000 óra erőfeszítéssel alkotta meg azt az erdőt, ami reményem szerint a piciknek nagyon a kedvére lesz, kedvére való lesz. A pécsi Dömörkapunál 1961-ben nyílt meg a Vidám Park. Zömében társadalmi munkában építették bányászok. 5 hektáros területen 50 évig üzemelt, 2011-ben szűnt meg, utána csak néhány félig illegális goapartit rendeztek ott. Inkább az enyészeté vált az egész terület. 13 év elteltével újra gyerekzsivaj tölti meg az erdős ligetes parkot, ahogy ezt Meixner Barna elmondta, mintegy 50 millió forintból újult meg a terület. Tavaly ősszel kezdődtek a munkálatok, előbb meg kellett tisztítani az erdőrészt. A Biokom a Pintér János Park megújítási program keretében alakította ki a 12 állomásos meseerdőt. De mit szól hozzá a nyitó nap közönsége? Szerencsére jó az idő is, úgyhogy kijöttem a 3 gyermekemmel, és egyelőre nagyon, nagyon tetszik. Még nem értünk a végére, de úgy látom, hogy itt le fogunk akadni ezen a fető óriásnál, ha jól látom. De... Még Pécsen nem nagyon vannak ilyen dolgok. Nem, de most már van ez is szerencsére. Gyakran fogunk jönni. Majd amikor nem lesznek ilyen sokan, akkor talán még jobb lesz. Mennyire emlékszik vissza a régi, az igazi Vidám Parkra? Hát mindenre. Akkor is, amikor még teljességében működött, bár nem vagyok pécsi születésű, de osztálykiránduláson voltam Somogy megyéből a Pécsi Vidám Parkba, és gyerekkorom legnagyobb élménye volt. És utána pedig akkor jövök újra a Vidám Parkba, amikor főiskolás vagyok a polákon, és hatalmasokat bulizunk a Vidám Parkban. Főiskolásként? Igen, mit? Igen. Hát Dodgen. Például. Vagy az a... Hullámvasútszerűség. De azt nem annak hívják. De lehet, hogy annak hívták Pécsen. Hullámvasútnak hívták Pécsen. Igen, az, amelyik rángatós. Igen, aztán a hordó. Elvarázsolt kastély. Elvarázsolt kastélyban a hordó. Hát az... Budapesten mindig át tudtam menni a hordón, ezen esten keltem, de valahogy mindig átjutottam. És akkor aztán meg a gyerekeimmel, tehát hat, és a legnagyobb unokámmal is voltam még itt, aki most 18 éves, szerintem akivel most vagyok itt, mert rajongója vagyunk ennek az új helynek, Erikával még nem voltam, akkor már bezárt. De nagyon sokat voltam itt, és az, amikor egy picit működött, az is nagyon jó volt, de most ez nekem teljesen ilyen eufória. Azért is beszélek így, ahogy megtelt újra emberekkel, el vagyok tőle érzékenyülve, és látom, hogy mennyire jó lesz a gyerekeknek, meg a családoknak idejönni. Mesepark tematikáját Császár Levente Dömör király című meséjéből merítették. A 12 állomás mindegyikében a pécsi mondavilágot ismerhetjük meg, a helyszíneken különös lények, óriások, törpék és tündérek találhatóak. Az egyik legnagyobb attrakció a mecseki óriás szobra, melyet Barát Gábor fafaragó mester készített el. A parkban leülhetünk az óriások székére is, megnézhetjük a tündérek faluját, de egy trónterem, sőt egy tárna is található az egyik állomásnál. Miből indult ki ez a mesekönyv? Mi volt az alapja? A hely neve. Ugye 34-es buszon mi áll?
Dömönkap. Igen, mert hogy a hely maga, és talán a pécsiek sem nagyon tudják, ez a mondából indult ki. A Dömönkapu törpéi című mondából, amit én Pécs legerősebb mondájának tartok, az adta a helyet már a Vidám Park előtt is. Mikor írta ezt a mesekönyvet? 2015-ben írtam én, és utána egy fél évvel került át Évihez, szerzőtársamhoz, és akkor így ketten hoztuk össze. Hány éves egy gyerekeknek ajánlja? Hát egészen kicsik is. Most van egy közvetlen visszajelzésünk, hogy a gyerekek minden este ezt kérik már egy hete, ők ilyen 3-5-7 évesek. Ugye a tapasztalat az, hogyha a szülő bevállalja a mesélő szerepét, és nem a gyerek megkapja, hogy ő olvassa, akkor már elég korán, korcsoportban korán oda lehet neki adni, mert a szülő nyilván tudja, hogy mi az, amit a gyereke ért, és úgy meséli neki olyan hangsúlyozással, olyan szavakkal, esetleg kiváltja azokat a szavakat, amit ő nem ismer. Akkor a pillanattól kezdve, amikor már ő maga olvassa, én azt mondanám, harmadik, negyedikesek. És melyik a kedvenc története belőle? Ebből? Igen. Hát a vége, mert hogy azt nem én írtam. Igen, azt Évi írta a végét. Igen, más megváltoztatta a végét. Én írtam egy véget, és azt mondta az Évi, hogy ennél ő jobb tud véget, és tényleg tudott jobb véget, és nekem az a kedvence. Neked is? Igen, szerintem az egy, úgy adta magát, én amikor először olvastam a történetet, és az jobban kapcsolja még jobban Pécshez és Pécs történelméhez. Mert hogy András az én verziómban a gazdagságát a Szamárkút legendájából kapta volna, megtalálja a Szamár bőrbe rejtett török aranyakat, és onnan kapta volna a gazdagságot, és akkor Évi mondta, hogy ne, szén legyen a gazdagság abból, és tényleg jobb volt. Az új látványosság mellett megmaradt az 1962 óta üzemelő kisvasút is. Ez is társadalmi munkában épült, bő 50 évvel ezelőtt. A C50 típusú kismozdony szorgosan pöfög oda és vissza az 570 méter hosszú pályán, az állatkert és a Dömörkapu között. Amióta emlékszem, ez a kisvasút két állomás között megy ide-oda. Most ez mennyire népszerű dolog? Változó. Valaki soha, tehát pécsi létére még soha nem hallott róla, vannak pedig olyanok, akik mondjuk Szombathelyről, Miskolcról, bárhonnan csak a pécsi kisvasútért jönnek. Úgyhogy ez nagyon változó. Mennyire lehet ezt rentábilisan üzemeltetni? Tehát így, hogy marad fönt ez a kisvasút? Nagyon sok akarattal, nagyon sok fanatizmussal, és hál' Istennek a nagyszerű utasszámunkra. Nagyszerű? Nagyszerű utasszámunkra. Tudsz mondani? Hát egy nyári napon általában olyan 150-200 között. Egy nyári hétvégén 150-200 között. És egy évente? Nem tudom, azt nem tudom megmondani. Az nagyon változó. Vannak ilyen tervek, hogy meg kell, régóta léteznek már, hogy meg kellene hosszabbítani ezt a bályát. Igen, 1962 óta vannak erre tervek. Sajnos még mindig csak tervek. Merre mehetne még ez a vasút? Egészen az eredeti tervek szerint egészen a Kisrétig szólt a kisvasútnak az eredeti terve. Ugye ez csak egy gyorsan átadott szakasz volt. A Kisrétig nagyon örülnénk neki, hogyha meg lenne hosszabbítva, vagy pedig most a Meseparkba, hogyha valamilyen úton, módon be tudnánk jutni, az fantasztikus lenne. Hát szerintem a Mandulás Kisrét táv az lenne, ami... Igen, csak ugye ott már azért a közúti infrastruktúrába is beleszólnánk, stb., úgyhogy az egy kicsit nehezebb lenne, viszont itt az erdőben a Kisrétig simán el tudnánk lenni. Uh-huh. Jó, erre nincs most esély? Mit tudsz mondani? Hát most annak örülünk egyszer, hogy a mozdulunk fel lett újítva, most május 1-ével lett kész, bízunk a jövőbe. Hányan üzemeltetik ezt a... Hát a Mecseki Kisvasútért Alapítvány, aki üzemelteti, vagyunk 8-an mozdonyvezetők, pénztárosaink is vannak, úgyhogy mindenki fanatikusan szereti. Május első szombatján nyílt meg a meseerdő. A kisgyerekes családok tömege mutatta meg, hogy szükség volt a beruházásra. A Mecsek tetőpont után egy újabb ikonikus pécsi helyszín kapott megújult funkciót.